A sárkező együttesek szakmai napján Bogyiszlótól Sió Agárdig minden olyan csoport megmutatta tudását, akiknek fontos a tájegység tánckultúrájának megőrzése. Hira Éva, a szervező Muharai Ellemér Népművészeti Szövetség elnöke azt mondja, a találkozó legfőbb célja, hogy kiderüljön, a korosztályok hogyan tudják továbbadni a hagyományokat. Hogyha a helyi közösségből kivész ez a hagyomány, akkor az egész egy kiürösedett színpadi mozgalom, ami előbb-utóbb elhal. Fontos, hogy a kevés lehetőségekkel bíró együtteseket is felpesdítse és megmozgassa egy-egy ilyen rendezvény, mely alkalmas arra, hogy a szakmai fejlődést biztosítsa a táncosoknak és az együtteseknek egyaránt, mondta Matokni Kapási Juliana, a Bartina együttes vezetője. Van, aki most csodálkozik rá, hogy ilyen is van, aki a saját levében föl 20 éve, és nem tudja, hogy ilyenek is vannak. Tehát persze, hát folyamatosan van fejlődési lehetőség, mert ezeket az anyagokat értelmezni kell, és mindenki saját maga agyával értelmezi. A szervezők ígéretet tettek további találkozók szervezésére, mert megítélésük szerint ezek jelentik a szakmai fejlődés egyik zálogát.